Szervusztok, kedves hallgatók! Csunderlik Péterrel, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral ez az Önkényes Mérvadó. Demeter Szilárd vezetésével megalakult a Petőfi Zenei Tanács, hogy annak tagjai szakértelmükkel és meglátásaikkal elősegítsék a Petőfi Rádió, a Petőfi TV, a Hajógyár és a Magyar Popkulturális Értéktár minőségelvű megerősítését, ezáltal a magyar popkultúra jobb átételét. Elfogadta a felkérést Kovács Ákos, Bognár Attila, Frenreis Károly, Bot Miklós, Ferenci György, Gőz László, Nagy Feró, Németh Alajos, Tátrai Tibor mellett Müller Péter Szijjámi is, akit sokan ezután azzal támadtak, hogy kollaborál a hatalommal. Ezekre a vádakra válaszolt Müller a Facebookon. Szabadelvű értelmiségiként, világéletemben szóba álltam mindenkivel fajra, nemre, felekezetre és politikai meggyőződésre való tekintet nélkül, ha az illető megszólított. Ettől megrögzött önjáróként hátralévő napjaimban sem tágítok. Hangsúlyozza, nála nem a jobb-bal felosztás működik, nem a vagy-vagy, hanem makacsul az is. Hogy miért kelt hormonzavaros gyűlölet hullámot egyesekben, ha örömmel minimális díjazásért részt veszek egy szakmai testület munkájában, amelyik nulla hatalommal felruházva jobbá tehet valamit, ami fontos nekem is, az sötét rejtélye számomra. Tisztázzuk! Nagyjából én voltam és vagyok az egyetlen, aki dalszerzőénekesként kimerte itt nyitni a száját a gyarmatosítók ellen, és aki ismer, szeret és olvassa versemet, tudja, hogy azóta sem lettem megalkuvóbb semmiféle hatalommal szemben, ha megérdemelte. Viszont meggyőződésem, hogy legfőképpen ettől a beteg, hisztériás fröcskölődéstől rosszabb ebben az országban élni, mint amilyen lehetne. Hát ez a Petőfi Zenei Tanács akár az Albert Einstein Bizottságra emlékeztet. Egy kiváló underground zenekarnév lehetett volna a 80-as években, és ugyanakkor meg is idézi a 70-es, 80-as éveknek a világát. Demeter Szilárd maga is szeret egyébként egyfajta Acél Györgyi szerepben tündökölni, aki adott esetben ugye fogad intellektuálekkel, értelmiségekkel találkozik, és próbál képviselni valamilyen típusú kultúrpolitikát, persze a maga szintjén, és ahogy Marx megfogalmazta, ami először tragédia a történelemben, az másodszor csak paródia. Demeter Szilárd munkássága ebben a tekintetben is parodisztikus lehet. Demeter Szilárd nem inkább Erdős Péter? Itt az Acél György az Rogán Antal. Én úgy érzem, tehát hogy az, aki a társadalom és a hatalom átfogó viszonyát szabályozza, az Rogán Antal, aki Acél György volt a kádárizmusban, és kifejezetten a fiatalok kultúrájára vonatkozó hatalmi politikát, a popzene társadalmiasítását kifejezetten így is nevezi Demeter Szilárd a maga feladatát, végzi. Ez sokkal inkább az Erdős Péteri pozíció. Igen, de ugye Demeter Szilárd nem csak a popzenével foglalkozik, hanem ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjeként, és azért az önmagában elképesztő. Tehát, hogy azért régebben a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetése az egy irodalomtörténészi és múzeológusi pályának az elismerését jelentette, a csúcsát jelentette, az, hogy korábbi igazgató, mondjuk Elcsorba Csilla, valaki ott kezdte, és évtizedek alatt eljut valaki oda, hogy vezethet egy intézményt. Itt pedig a NER-ben akár a Petőfi Irodalmi Múzeumról beszélünk, akár a Nemzeti Múzeumról beszélünk. Kifejezetten mondjuk a Nemzeti Múzeum esetében, tehát Elsimó László múzeum igazgatósága, az egy kifejezetés, egy utalom, egy bukott kultúrpolitikusi tevékenység után. Most nem vagyunk messze attól, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárat megkapja egy bukott fideszes politikus, aki egyébként gyűjti a bélyegeket, és úgy gondolják, hogy ezért ő alkalmas lehet a Magyar Nemzeti Levéltár vezetésére. Ez a fajta vezetés, amivel a kommunisták, meg amivel a jelenkorunk nemzeti radikálisai élnek, ahogyan működnek, ez bizonyos vonatkozásban nagyon hatékony, bizonyos vonatkozásban meg impotens. Van egy fajta művelet, amit ez a rákosista politika, ez a felülről lefelé irányuló parancsuralmi politika, fönt döntenek, a központi hatalom fönt hoz egy döntést, és lent az apró munkás hangyák elvégzik azt, ez jól működik. Így például ezek a autópályák, üveg-acél üzletházak, stadionok nagyon hatékonyan működnek, nagyon hatékonyan épülnek. Ami nem megy ezzel a művelettel, az az, aminek alulról lefelé
kellene megvalósulnia. Alulról lefelé kéne kinőnie. Azt fölülről lefelé, alulról fölfelé kéne. Tehát ami szervesen, organikusan a társadalomból képződne, az nem megy. Tehát fönt azt mondja Orbán Viktor, hogy lent legyen stadion, és lent lőn stadion. De mivel Orbán Viktor csak így tud működni, és csak ezt a műveletet ismeri, ezért fönt azt mondja, lent legyen futball, és lent nem lesz futball. Még akkor sem, hogyha a mai magyar labdarúgás az elmúlt évtizedek labdarúgásához képest bizonyos életjeleket mutat, azért a klubjaink elvétve érik meg a tavaszt, most a Fradi éppen megérte a tavaszt. És elvétve a magyar játékos bennük. Igen, elvétve van magyar játékos bennük. Az biztos, hogy egy kifejezetten alkalmas szövetségi kapitánnyal, meg egy lassan Európa klasszissá érő Szoboszlai Dominikkal egy nagyon masszív válogatottat sikerült összerakni. De ennek a válogatottnak sincsen esélye kijutni a világbajnokságra, és ennek a válogatottnak ugyanakkor nincsen esélye lemaradni az Európa-bajnokságról. Ilyen értelemben is egy zárt pályán mozog a magyar futball. Hát a magyar futballnak az a fajta fellendülése, az a fajta felépülése, ami a stadionokkal megy, nem megy. És azért nem megy, mert a futball az nem föntről lefelé lesz, hanem lentről fölfelé, vagy nem lesz. A futball az úgy működik, hogy jó üzletté kell tenni a labdarúgást, ki kell takarítani mindenféle állami befolyást, és egyszerűen hagyni, hogy üzleti alapon jól működjön a dolog, és akkor alulról szervesen el tud kezdeni működni. Hogyha nem úgy működik, mint egy szocialista nagyvállalat, ahogyan a mi klubjaink működnek, hanem úgy működik, mint egy tőkés társaság, amelyik azoknak a kölyköknek, akiknek rosszak az életkilátásaik, mert mondjuk egy putriban nőnek fel, olyan életlehetőséget ad, olyan perspektívát ad, amilyen perspektívát gyakorlatilag semmi. Tehát azok a kölykök, akik mondjuk Franciaországban a gettókban nőnek fel, és végignézték azt, ahogyan Marcel Desailly, Lilian Thuram és társaik, vagy Zinedine Zidane és bevándorló társaik nemzeti hősökké nemesülnek 1998-ban, majd 2000-ben, azok nagy kedvet kaptak ahhoz, hogy ők maguk is milliárdosok legyenek, és megértették, hogy ehhez nagyon kemény munkán keresztül vezet az út. Hát nem a biztonságos játék, hanem a kockázatos játék, a modell. A modell, amin keresztül ez a dolog működni tud. Tehát van, ami úgy működik. És ugyanez a helyzet az oligarchák feltőkésítésével és Magyarország sikeressétételével. Az oligarchák feltőkésítése az pont olyan művelet, ami föntről lefelé működik, ahogy a stadionépítés. Fönt Orbán Viktor azt mondja, hogy ezek és ezek és ezek a nagyvállalkozók kapják az állami megrendeléseket, ezek és ezek a nagyvállalkozók kapják meg az állami megrendeléseket, ők elvégzik azt a munkát, és abból felépül a nemzeti tőkés osztály. Ilyen módon lehet tőkés osztályt építeni. De innovációt, tényleges teljesítményt, ahogy a futballpályán sem, úgy az üzleti életben sem lehet ezekből a tőkésekből, ezekből a garancsiakból, meg tiborcokból, meg ezekből a mészárosokból nem lesznek tényleges vállalkozók, tényleges innovátorok, olyanok, akik a kapitalizmushoz vagy a piachoz tényleges hozzáadott értékkel tesznek hozzá. És hogy a kultúrában se. Tehát amikor Zsdanov, Sztálin kultúrpolitikusa megfogalmazza azt, hogy írók, alkossatok remek műveket. Nem születtek abból remek művek, mert onnantól kezdve ugye szocializálták, államosították egyébként a szovjet irodalmat. A szovjet irodalom, a szovjet kultúra, a szovjet filmművészet a 20-as években volt kirobbanó,
amikor az avantgárd energiák felszabadultak, Sergei Eisenstein akkor készíti ugye a Potyomkin páncélost, akkor készíti az Októbert. És mindenből mi lett? Végül az Eisensteinnek a filmjét, tehát a Retteget Iván második részét már nem engedték forgalmazásba. Dobozba maradt. Mert egyszerűen a rendszert államosították. Most hasonlóképpen ugye kultúrát se lehet így megrendelni, hogy akkor adunk pénzt és tessék remek műveket írni, mert onnantól kezdve az már egy megrendelői viszony. A kultúra támogatása működhet, amikor vannak mecénások, amikor van 60 Lajos például. Amikor nem egy ilyen egyértelmű megrendelés van, hanem van mondjuk egy nagy tőkés, aki részben kompenzál a 20. század elején, hiszen ugye zsidó származású, ugye 60-i Dolcs családról van szó, lényegében próbálnak felnőni az arisztokratákhoz, vagy át akarják venni az arisztokraták mecénási szerepét, ezért tesznek pénzt, például támogatják a nyugatot. De nem megrendelői viszonyról van szó. Na most itt a NER-ben, amikor tudjuk azért, hogy mindig milyen elvárások vannak, amikor mennyire központosított a média világa. Ugyanitt, ebben a helyzetben most tényleg el tudjuk azt képzelni, hogy támogatnak valami fiatal zenekart, és az onnantól kezdve nem hiszem, hogy lázadni fog kifejezetten a nemzeti együttműködés rendszerével szemben. Vagy pont ez a cél. Pont ez a cél, hogy ne tegye. Ugye Emil Zolának tulajdonítják azt a mondást, hogy teli gyomorral nem lehet írni. Mert ahhoz, hogy valaki nagy alkotó legyen, nagy író legyen, kell valami, nem csak kultúra kell, nem csak tehetség. Drive. Hanem valami dű lendület, ami kirobban az emberből. Igen, kell valami hajtóerő. Na most el tudjuk képzelni, hogy a Petőfi Zenei Tanács által, nem tudom én, támogatott, menedzselt zenekarokban mennyi kirobbanó energia lehet, és hát önleleplező az egész. Ugye direkt azért válogattuk össze ezeket az embereket, mert nagy tapasztalat van mögöttük. Sokan a szocializmusban, a kommunista diktatúrával kezdték a pályájukat, csak nem ez a tapasztalat. Miért lenne szükség a tapasztalatra a szocialista kommunista diktatúrában? De ez a tapasztalat, ez nem arról volt szó, hogy ez a tapasztalat, ez egy komcsi trükk? Nem arról volt szó, hogy ezzel a tapasztalattal érvelt Horn Gyula annak idején, hogy minket a tapasztalt szakértőket, akik már kormányzati tapasztalatot szereztünk, hogy szereztétek a tapasztalatot? Úgy, hogy a párt oda helyezett titeket. Hogy szerezték ezek az emberek a tapasztalatot? Jelentős részük a tapasztalatot. Hát egy kontrollált térben, egy kontrollált, felülről vezérelt kulturális térben, pont olyanban, amilyennek a kialakítása most is folyamatban van. Na most a helyzet az, hogy Orbán Viktor úgy akar popzenét generálni, vagy gyártani, vagy vezérelni, ahogy a stadiont. De a popzene nem stadion. A Petőfi Zenei Tanács az stadion. Fönt Orbán Viktor azt mondja, hogy legyen Petőfi Zenei Tanács, és lent lesz Petőfi Zenei Tanács. Na most a zene az nem ilyen. A zene az alulról fölfelé jön, nem fölülről lefelé irányítják és vezérlik, vagy az olyan is, vagy az akkor Neoton Familia. Persze, az lehet, van olyan zene, amire azt mondják odafönt, hogy ez a szelep megfelel a pártnak, és akkor abból lehet Neodon Familia, vagy Dolly Roll, vagy valami ilyesmi, amivel a párt elégedett, és azt mondja, hogy na, amíg a fiatalok erre szórakoznak, addig a mi helyünk biztos. De nem ebből lesz a fiatalok organikus kultúrája. Nem ebből lesz. Mert a fiatalok azok valami valóságosra vágynak, nem valami fölülről vezérelt Kádár apánk vagy Orbán apánk által nekünk átnyújtott intézményes kultúrára vágynak, ami a pártközpontból lefelé irányul. Olyan, mintha megfigyelnének egy növényt, de csak fotón. És akkor, petrezselyem, hát építek én neked ilyet. És elkezdik a föld fölött építeni, tehát szó nincs a gyökeréről, hanem megcsináljuk, zöldre festjük, itt van egy elágazás, ezt is megcsináljuk, és nem jön létre a hozzá kapcsolódó talaj, az a táptalaj, amiben nem tudom hány növénykezdemény végül is nem kelt ki, amiben dolgoznak azok a baktériumok, azok a különböző életformák, amik majd eredményezik, hogy valamelyik ezek közül a felszín fölé ér. Az egésznek ilyen tervgazdálkodás jellege van, mintha így a... De abból is baj volt, amikor ezt a mezőgazdaságban elsütötték, hogy olyan elvárásokat támasztottak, ami nem megvalósítható, de azért ott mégiscsak
számokkal dolgoznak, de itt meg azt hiszem, Peti, a te hasonlatod áll meg a legjobban, hogy alkossatok csodálatos műveket. Mi itt a funkciója ezeknek a 70 pluszos bácsiknak, akiknek a fiatalok kultúráját kéne pallírozniuk? Vagy valaki a fiatalok... csak 50 pluszos, de senki nincs 40, senki nincs 30 alatt. A fiatalok, hát én ahogy itt ezt olvasom, hát itt az Ákos a legfiatalabb, nem? Mm-hmm. Tehát őnekik kéne a fiataloknak a kultúráját úgymond egyengetni, meg keretek közé terelni. Mi a feladatuk ezeknek a popzenészeknek, vagy egykori popzenészeknek? Nem arról van szó, hogy a fiatal nemzedékeknek a hatalomhoz szoktatása, térítése, társadalmiasítása a tényleges feladatuk? Nem erről van szó, és láthatóan nem érti Müller Péter Szijjámi ezt. Nem érti, hogy mi itt az ő szerepe, miért hívták be őt ebbe a Petőfi zenei tanácsba. Nem értek egyet azzal, hogy láthatóan. Tehát én azt hiszem, hogy ők még a saját feladatukat is a jövőben alakítják ki. Nem, tudom, hogy neked ez a félelmed ettől, jogos is a félelmed ettől, de pont a akkor is, ha csak magát védeni fogalmazza meg Müller Péter Szijjámi ezeket a sorokat, akkor is igaz, amit mond. Ha meg így gondolja, akkor szerintem így helyes gondolni, hogy igenis össze kell ereszteni az ellentétes véleményen lévő feleket, és ez a kollaboráns kiáltás, ez sem egy fekete-fehér fogalom. Tehát az, hogy valahová odamész, és kapsz egy önállóságot, hogy képviselted a saját álláspontodat, és akár ott harcokat vívsz meg, az valaki másnak az érdekében kollaboráció, mint a hatalom érdekében. Ha azért mész oda, hogy látszólag képviselve legyen más, de aztán nincsen, na az kollaboráció. Most visszaemlékezhetünk, hogy a 2000-es években az egykor legendás magyar futballedzők, Mésző Kálmán, Verebes József, vagy Nyilasi Tibor, mi mindent tudtak hozzátenni, akár csak szakkommentátorságukban a magyar futballhoz, és el tudjuk képzelni, hogy mennyiben tartották a trendeket, mennyiben ismerték a kortárs futballszakmai vívmányokat. Nem igazán ismerték. Na most nagyjából az elképzeléseim szerint Nagy Feró például, vagy a többiek, a nagyöregek, az egykor lázadó nagyöregek, nagyjából ennyire lehetnek képben azzal, hogy miképpen működik a mondjuk a mai nyugati sztárgyártás. Hát amikor a stockholmi iskolát ismerik. Müller Péter Szijjámi így fogalmaz, hogy miért kelt hormonzavaros gyűlölethullámot egyesekben, ha örömmel, minimális díjazásért részt veszek egy szakmai testület munkájában, amelyik nulla hatalommal felruházva jobbá tehet valamit, ami fontos nekem is, az sötét rejtély a számomra. Hát van egy olyan érzésem, hogy ez nem teljes rejtély, ez inkább egy aféle spekulatív értetlenség. Müller Péter Szijjámi nem érti ezt, mert nem szeretné érteni, hogy mi a probléma ezzel. De az a helyzet, hogy nem mindenkit lehet erre a munkára megnyerni. Tehát van, akivel ez a fiatal nemzedékek hatalomhoz szoktatása ez megy, de mindig van, akivel ez nem megy. Az a tény, hogy 100 000 forintért vállalják, ami tényleg jelképes összeg, az azt jelzi, hogy ők ezt nem a pénzért csinálják. Hát a hiúság, a kedvenc bűnöm a hiúság, ahogy a szövegvégében elhangzik. Meg a biztonságérzet. Tehát ők egy olyan, ők a nagy, életük nagy részét a Kádár rendszerben élték le. És most visszatért. Most visszarendeződik Magyarország egy felülről lefelé vezérelt működésbe. És ebben a fehér felülről lefelé vezérelt működésben ők egyrészt megbecsült emberek akarnak lenni, másrészt meg azt akarják érezni, hogy ők, hogy mondjam, a rendszer valamennyire az övék is. Valamennyire ő hozzájuk is tartozik a rendszer. Hát ők ebben a rendszerben alkotóerő akarnak lenni, akkor is, hogyha mondjuk semmi befolyásuk nincs. Ezt állítja Müller Péter Szijjámi, hogy nulla hatalommal. De ugye Demeter Szilárdnak, akinek a tanácsokat adják neki, ugye azért már van hatalma. Hát nem arról van szó, hogy a zenei tanács tagjainak közvetlen hatalmuk lenne, de pontosan tudjuk, hogy azért
bízták meg őket, és azért fizetik őket ezzel a jelképes összeggel, hogy az ő tanácsaikat Demeter Szilárd aztán megfogadja, és ilyen módon befolyást gyakorolnak, akárhogy is. Meg azért kíváncsi lennék, hogy a szijámi számoknak a játszása, akár a Petőfi Rádióban, vagy mondjuk a különböző NER közeli rádióban emelkedik-e, hogy a szijámi, aki korábban egy ilyen penetráns SZDSZ-es liberális művészként volt számon tartva, most, hogy hirtelen NER konform alkotó lesz, ez meg fog-e növekedni a szijámi számoknak a játszása, vagy a különböző fellépéseknek a szervezése? Ez a jelenség, ez egy tágabb kontextusba illeszkedik. Itt egy szélesebb, összefüggőbb folyamat zajlik. Ezeknek az idős ikonoknak a felvásárlása biztonságérzetért. Ezeknek az idős ikonoknak, akik mondom a komplett pályafutásukat, vagy legalábbis a pályafutásuknak a 4/5-ét a Kádár rendszerben élték, Korda Gyuri bácsinak, Csepregi Évának. Tulajdonképpen csak egy olyan nyilatkozat már elég, hogy Csepregi Éva nagyon csodálja Szijjártó Péter munkabírását. És már ennyi már elég, mert ez egy gesztus, amiből a hatalom ért. Érti, hogy Csepregi Éva, aki annak idején Erdős Péternek a szeretője volt, hát most Peti miniszterrel is, hát bizalmas, közeli, tiszteletteljes hangot üt meg. És ez már tulajdonképpen elég, nem kell politizálni. Sőt, mondhatja Korda Gyuri bácsi, hogy ő utálja a politikát, ő nem politizál soha semmivel kapcsolatban, de nagyon elegáns a miniszter. Mondjuk, az a nyakkendő. Az egy nagyon elegáns nyakkendő. És ezzel meg is vagyunk. Itt ebbe a sorba illeszkedik a Petőfi zenei tanács is. Ez a lábhoz szoktatás. Ezeknek az embereknek sokkal könnyebb a lábhoz szoktatása, mert ők a Kádár rendszerben már kialakítottak magukban, vagy hát bennük Acél Gyuri bácsi a Kádár rendszerben már kialakított egy igazodási, megfelelési mechanizmust, most már ezt csak mozgósítani kell, egy 20 éven keresztül álló szerkezetet újra mozgásba kell hozni belül, és akkor ők újra lábhoz szoknak. És milyen tragikus, hogy Nagyferóból, az egykori nagyvárosi farkasból egy szobakutya lett. Nem mindenkivel, csak szeretném jelezni, nem mindenkivel lehet ezt megcsinálni. Nem mindenkivel. Azokkal, akik a Kádár rendszerben nem szoktak lábhoz, akikben megvolt az autonómia, és nem lehet azt a mechanizmus, nem lehet azt a lentkereket beindítani bennük, mert már Acél Gyuri bácsi idején sem működött. Utalok itt például Földes László Hobóra. Vele ezt nem lehetne megcsinálni. Vajon hogy érti azt Müller Péter Szijámi, hogy miért kelt hormonzavaros gyűlölethullámot egyesekben, ha örömmel minimális díjazásért részt veszek egy szakmai testület munkájában? A hormonzavar részére gondolod? Hormonzavaros gyűlölethullám. Ez a kifejezés a hormonzavarral. Most azért, mert valaki ellenzi az ő szerepét a Petőfi zenei tanácsban. Hogy lesz az illető hormonzavaros? Nem érződik ki már ebből a hatalomhoz való igazodás, a hatalom retorikájához való igazodás? Ez a NER óriás bolygójának meghajlított kulturális terében ez a pályára állás, hogy az ő gondolkodásuk, az ő szóhasználatukkal, a bevett formuláikkal, a nekik tetsző képekkel élve fejezem ki a politikai ellenérzésemet, miközben kifejezésre jutatom, hogy én nekem semmi közöm a politikához, én gyűlölöm a politikát, de hogy egyesek hormonzavaros gyűlölettel reagálnak. Tudod, milyen különös, hogy a gyűlölet jelzője itt a hormonzavar lett. Itt tudod, ez a hormonzavar tulajdonképpen a transzneműségbe ránt. Elveszted a nemedet. Nem szexelt, és csak ezért mérges, nem azért, mert oka van rá. De nem, az megnyugtatna egyébként, ha ezek a beszélgetések nyilvánosak volnának? Nem, hát, azt, mondta, nem, hogy, nem azt mondta, hogy akár egy ilyen videoblog formájában végignézhetnénk? Hát egyel beljebb lennénk, azt hiszem. De tudod, nem azt mondta, hogy kanos gyűlölet hullám, hanem azt mondta, hogy hormonzavaros. És tudjuk jól, hogy a hormonzavar az ebben a rendszerben, itt és most nem egy rossz hívószó. Egy
egyre többször hallható kormányoldalról a felvilágosodás kritikája. Ennek egyik példáját Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok korábbi műsorvezetője, fideszes megmondó ember szolgáltatta az ATV Csat című műsorában. Az elmúlt években elindult Vogue-tól kezdve tényleg a teljes tudatipar célzott támadásában mindenben azt látom, hogy épp készítik elő a világot egy spirituális eltállásra. És ezt nevezette sátánista törekvésnek? Ezt nézd, ezt rengetegféleképpen nevezhetjük. Ugye Robespierre-ék felvilágosodásnak nevezték, meg a legfőbb légimádatának, igen, kultuszának nevezték. Most ezt nevezhetjük a nagy szétdobáló. A felvilágosodás az a sátán műve? Természetesen. A szabadság, egyenlőség, testvériség. Mit jelent Lucifer? Az nem onnan származik. Történelmet emberek, emberek csinálják. De nem egyébként, tehát tisztázok, tehát hogy tudom, hogy most ilyen nagyon meglepően néz rá mindenki, de tényleg, ha belegondoltok Robespierre szerepében, tehát a felvilágosodás meg a humanizmus mögött nem ateizmus állt, hanem ő kőkeményen hit valamiben, hiszen nem vezette volna ezt a dolgot. De mindegy, szóval tök mindegy, hogy ezt most a miniszterelnök nagy szétdobáló szellemnek, meg romboló szellemnek nevezi, vagy tök mindegy, hogy ezt a liberalizmus atyának nevezzük, vagy tök mindegy, hogy egyszerűen Lucifernek, igen, ez zajlik. Ez nagyon fájdalmas. Nagyon fájdalmas Ábrahám Róberttől ezt hallgatni. Szeretném jelezni Ábrahám Róbertnek, hogy ha nem lett volna felvilágosodás, meg nem lett volna polgári forradalom a felvilágosodás nyomán, akkor ő a cigány származásával jelenleg tőzeget szedhetne a lápon. Legfeljebb. De nem fideszes megmondó emberként adhatná elő a felvilágosodásnak a tagadását nyilvánosan, hanem nagyjából a tőzegszedéshez szólhatna hozzá, ahhoz is nagyjából a gyerekeinek meg a feleségének. Nekem sem lenne jobb dolgom éppen. Robertnek, és neked sem lenne jobb dolgod. Alig, ha lenne bármi foglalkozáshoz lennénk éppen kötve, nem ha lenne, egyáltalán nem füstölünk el valahol. Eleve ott tartunk, hogy nem lenne olyan, hogy szólásszabadság, meg véleménynyilvánítás szabadsága. Eleve nem lenne az a fogalom, hogy jog a véleményhez. Tehát azt akkor vizsgáljuk fölül, hogyha felülvizsgálja Ábrahám Róbert meg a fideszes kemény mag felülvizsgálja a felvilágosodást, mert azt mondja, hogy az mégiscsak hiba volt, meg tévedés volt, akkor nem szeretnék hallani több hivatkozást arra, hogy a szabad szólás, meg a szabad véleménynyilvánítás, amit a liberális cancel culture sért, nem enged. Az a helyzet, hogy azt a felvilágosodás teremtette meg a szabad szóláshoz való jogot, amit sért a cancel culture. Akkor, amikor a nemzeti radikálisok előadják, hogy szabadságot Budaházi Györgynek, szeretném jelezni, hogy semmi alapjuk nincs szabadságot követelni Budaházi Györgynek, amíg tagadják a felvilágosodást. Ha Budaházi György éppen sitten van, ugye történetesen nincs sitten, hanem házi őrizetben van, de ha mondjuk történetesen sitten lenne, és én tagadom a felvilágosodást, akkor én nekem kötelességem azt gondolni, hogy a Budaházi Györgynek a sitten van a helye. A király oda csukatta. Ha én azt mondom, hogy szabadságot Budaházi Györgynek, akkor az felségsértés, mert kétségbe vonom a király akaratát, azért engem jogosan visznek tömlöcbe, és zárnak be Budaházi György mellé. Az a jog, hogy kiállunk és azt mondjuk, hogy szabadságot Budaházi Györgynek, az a jog, hogy ha megsérti a véleménynyilvánításunk szabadságát, vagy bármilyen egyéb szabadságjogunkat, a hatalom, akkor mi szaladhatunk a nemzeti jogvédőkhöz, olyanokhoz, mint Gaudi Nagy Tamás, vagy Morvai Krisztina. Ezek a felvilágosodás vívmányai. Akkor, amikor kiáll Ábrahám Róbert és szabadon véleményt nyilvánít, akkor a felvilágosodás vívmányával él. Csak szeretném jelezni. Akkor legyünk következetesek. Továbbá a közoktatás is innen származtatható, amiből következik egy olyan alapvető írástudás terjedés, ami aztán befoglalja azokat az embereket is, akik megveszik a napi sajtótermékeket, és a sajtóból következik a YouTube-ozás és a televíziózás, és általában az, hogy véleményvezér szerepe lehet valakinek, tehát ez is innen következik. Plusz a gazdáknak mondom, hogy ugye a strómanok szerepe is a magántulajdon jogán képes működni. És ez is a szabadságjogokból és a felvilágosodás korából vezethető le. Ugye a NER politikusai nagyon büszkék arra, hogy Magyarországon sikerült visszafordítani a szekularizációt,
És a felvilágosodást, aminek az ellentét egyébként, hogy az elsötétítés, és Soltész Miklós korában megfogalmazta, abból indulnak ki, hogy a szekularizáció, az ateizmus terjedése, az a felvilágosodás következménye. Na most a francia történeti iskola, az Annál történészei, és éppensége Michel Vauvel bemutatta azt, már a francia felvilágosodás előtt elkezdődött a szekularizáció, és az emberek kezdtek egyre kevésbé hinni Istenben. Na most ezt hogyan lehet kiszámolni abban az időben, amikor még mindenkit kötelező megkeresztelni? Mégpedig úgy, hogy a Michel Vauvel megnézte, hogy a templomokban mennyi mévjasz fogy. Mert abból ugye gyertyákat ugye gyártanak, amit ugye pénzért, adományért cserébe meg lehet gyújtani, és lehet égetni a templomban a gyertyát, a túlvilági lelki üdvért. És a Michel Vauvel rámutatott arra, hogy nagyon lecsökkent a templomban elfogyó viaszmennyiség, vagyis kevesebb gyertyát égettek, mert az emberek már a felvilágosodás előtt kezdték úgy gondolni, hogy egyre kevésbé éri meg nekik, hogy a templomban fizetnek a gyertyaégetésért valami túlvilági lelki üdvért cserébe. Tehát már kezdődött a szekularizáció, kezdődött a, mondjuk így az ateizmusnak a terjedése, aminek a csúcsa volt kulturális termékként, ugye a Voltaire, Diderot, D'Alembernek a nagy francia enciklopédiája, ami persze visszaadott. De itt azt kell látni, hogy nem arról volt szó, hogy egy elmélkedő társaságok, meg értelmiségiek kitalálnak valamit, akkor összeesküsznek a francia vallásos nép ellen, hogy akkor itt most őket megfosztják Istentől, legfeljebb lecserélik mondjuk a legfelsőbb lény kultuszára, hanem itt különböző szintek hatnak egymásra, különböző folyamatok termékei éppenséggel maguk az értelmiségiek is, akik elkezdik szorgalmazni a felvilágosodásnak az eszméjét, amivel persze visszaadnak bizonyos folyamatokra. De itt valóban nagyon jó, hogy az közoktatás szóba került, hogy a mobilizáció az alapvetően ennek a terméke. És kevés nevetségesebb van annál, mint amikor hát tényleg olyanok, akiknek a nagyszülei eleve mondjuk egy 1945 utáni fordulatnak köszönhetően szerezhettek érettségit, itt most ápolják a régi világnak, mondjuk így az ancien rezsimnek a kultuszát, úgyhogy azért nem kétes WFFY van a nevükben, hanem hát valóban ugye a társadalom aljáról származnak, akik egy erőltetett mobilizáció következtében családilag emelkedtettek föl. És még egy dolgot, hogyha mondhatnék. Van egy olyan elképzelés, hogy a középkor az nagyon, nagyon szakrális volt, hogy nagyon vallásos volt. Na most megint a francia történetírás mutatott rá arra, hogy amikor elkezdték a népi kultúra termékeit megnézni, amit nem az egyház gyártott, tehát nem a klerikusok, nem a nagyon vallásos emberek, akiknek érdekük volt azt állítani, hogy a középkori ember az vallásos, hanem a népi kultúra termékeiből, ami megmaradt, és amit egyébként az egyház írtott, hogy abból milyen világkép rajzolódik ki. Tele van babonával, gondolom. És a vágyak netovábbja az eszemiszom ország. Tehát ahol az ember, ugye a kis ember nagyokat ehet, egyébként ugye nagyokat székelhet, tehát hogy dorbézolhat, ez jelenik meg vágyként a népi kultúrában. Nem szakrálisak voltak, nagyon materiálisak. És persze, hogy nagyon materiálisak voltak, hiszen az életük állandó fenyegetésekben telt. Alig várták, hogy egyszer életükben jól lakassanak. Kassler Miklós így fogalmazott 2018-ban. Az elindult terjedés az úgynevezett felvilágosodásban, illetve annak ideológiájában folytatódott, és a szabadság egyenlőség testvériség nevében szellemileg megalapozta az európai történelem talán legbrutálisabb diktatúráját. Ebből a gondolatkörből születtek az izmusok, azok államformái és emberiség ellenes büntettei. Én nem akarom kétségbe vonni azt, hogy tanulni kell a modernitás zsákutcáiból. Mert az tény, hogy a felvilágosodás után rettenetesebb emberiség ellenes bűnök történtek, mint annak előtte. Tehát valami elszabadult, sötétség, valami borzadály elszabadult. Valahogy a tömegesedéssel, a termékkínálat tömegesedett, az ember is tömegesedett, az ember halál is tömegesedett, a halálgyár fogalma így született. Két eszme, a nacionalizmus megjelent a felvilágosodás után, a francia forradalom után, az, hogy etnikailag homogén nemzetet kell mondjuk létrehozni, a népirtások azért ennek a következményei. Másfelől pedig mondjuk a szocialisztikus eszmékben az, hogy mivel nincsen túlvilág, ezért a földön kell megteremteni a paradicsomot. Ebből adódik mondjuk a szovjet típusú rendszereknek a népírtása, az emberiség ellen büntettei, hogy
a terrorral akarták megteremteni a földi paradicsomot. Noha Lukács György megírta a bolsevizmusú terkocsi problémában, amit később megtagadott, hogy a Luciferrel nem lehet kiűzni Belzebubot, az igazsághoz nem tudjuk keresztül hazudni magunkat. A földi poklot sikerült megteremteni, de legalább egyenlőség lett a földi pokolban. Tehát sikerült egyenlővé tenni az embert, igaz, hogy a nyomorban tették egyenlővé az embert. Vagy a földdel. Vagy a gulágon tették, igen, vagy a sárga földdel tették egyenlővé az embert, de egyenlővé, valóban egyenlővé. De hogy azért a szocializmusból, szocialisztikus eszmékből nem csak a gulág következett, hanem mondjuk a svéd jóléti állam, meg a skandináv jóléti állam is. A kritikája a felvilágosodásnak az szerintem helyes és jó, mert bárminek és mindennek a kritikája az helyes és jó, és bizony rettenetes következményekkel járt a modernitás, van miből tanulnunk. De a tagadása a felvilágosodásnak az önmagában azért is problémás, mert tudod, ha tagadjuk a felvilágosodást, akkor valójában a hatalom nem a néptől ered. Akkor miért írunk ki választásokat? Miért van választás? Akkor, de amikor Orbán Viktor legitimnek meg szuverénnek minősíti magát, akkor a választásra hivatkozik. Ez a hatalom a néptől ered, hát ez a felvilágosodásban született eszmény. Hát hogyha tagadjuk a felvilágosodást, akkor nem kell választás, akkor egy dinasztia kell, akkor rakják Orbán Viktornak a fejére a koronát, és akkor Gáspár herceg örökölje a koronát, és nem tudom, Szijjártot. De előbb házasodjon be a Habsburgokhoz, csak előtt a Lázár János nem segítsen kell. Bécset kitakarítani, kell, mert az rettenetes. Nem kell beházasodni, egyszerűen csak el kell menni egy misére, és át kell térni katolikusnak. Hogy Párizs megérte egy misét, akkor Budapest is bizonyára, vagy Budavár is bizonyára megér egy misét. Farkas Attila Márton, kollégám és barátom így fogalmaz pont ennek kapcsán. Igazuk van azoknak, akik szidják a felvilágosodást. Ha ugyanis nincs felvilágosodás, a jobbágy nem mehetett volna a városba. A fia nem tanulhatott volna szakmát. Annak fia nem lehetett volna mesterember meg vállalkozó. Annak fia nem tanulhatott volna, nem lehetett volna kommunista se. Nem kupálódhatott volna ki a szocializmusban, hogy aztán a kölykei a rendszerváltás után magukat lovagnak, nemesnek, ősszittyának meg... Nem tudja, minek képzelve visszasírják a régi szép időket, amikor írástudatlan felmenőiket még rendesen megbotozták, ha engedély nélkül elhagyták a falut, ruháikat az úri ruhára emlékeztető díszekkel ékítették, vagy nem teljesítették a robotot, ne adj Isten, nem süvegelték meg a földes urat. Ha nem lett volna felvilágosodás, ez a sok jobbágyi vadék, öngyűlölő meleg identitás zavaros zsidó és félművelt panellovag nem tákolná össze azt a sok ökörséget, amit pimaszul konzervativizmusnak, sőt, tradicionalizmusnak merészelnek nevezni. Hát ez a legnevetségesebb irányzat, magyar szellemi irányzat, hát erről beszéltem, amikor tényleg itt a panelok világából elmondják vissza valami szerepjáték keretében azt a soha nem létező kitalált középkort, ami teljesen más volt, alapvetően materialista volt, és nem egy szakrális. Olyan, mintha rá akarnának licitálni a kelettibb ortodoxokra, hogy ja, hogy ti annyira vagytok, na mi még arra is tudunk tenni egy lapáttal, és ahogy a játék kifejezést említed, mintha egy játékmentéshez mennénk vissza. Tehát, hogy én valamikor itt a 1700-as években én nekem volt egy játékmentésem, elrontottuk az egészet, odáig menjünk vissza, és nem következhet semmi más, csak az, hogy minden tökéletes lesz. Ott elrontottuk, az ne történjen meg, és ha az egy körülmény nincsen, akkor mostanra, mire ideérünk a történelemben, minden jó lesz. Mint van ez a hülye gondolatkísérlet, hogy ha lenne egy időgéped akkor, és akkor tudod, mindenki csípőből mondja, megölném Hitlert, és hogy ők így megakadályoznánk a felvilágosodást, és utána visszajönnének ide, és minden a legnagyobb rendben lenne. Itt valóban arról van szó, hogy ezek a nagy szellemi paradigmák, ezek egy diskurzust teremtenek, és alapvetően az embereknek a mentális eszközkészletét megváltoztatják. Tehát aki ma ateista, de mondjuk humanista, az tulajdonképpen krisztusi. Tehát lényegében a szekuláris krisztusi gondolatokat vallja magáinak, a humanizmus, az maga a szekuláris kereszténység. És aki megfogalmazza magát a kereszténységgel szemben, és mondjuk az emberi jogokra hivatkozik, és valóban kibetelme magában egy humanizmust, az valahogy mégis Krisztusból és az evangéliumból következett. Abszolút. Aki a felvilágosodást tagadja, az szintén a felvilágosodásnak a terméke.
És még hosszasan lehetne sorolni az ilyen nagy szellemi paradigmaképző alkotók. A nyugati civilizáció el tudott szakadni Mózes első 5 könyvétől, a Tórától, de nem tudott elszakadni az evangéliumtól, és végképp nem tudott egyetlen lépésnyire sem eltávolodni a hegyi beszédtől, az evangélium szívétől, a Krisztus vérző szívétől. Tehát mit jelent ez, hogy eltávolodott a Tórától, már nem hisz az isteni teremtésben, már nem hisz az a világ spirituális lényegében, már nem hisz abban, hogy minden, ami a világon van, Isten akaratából van, már az tulajdonképpen a Bibliát, mondjuk úgy a Tórát már le is cserélte az enciklopédiára, de az evangéliumnak és azon belül a hegyi beszédnek az erkölcsi imperatívuszát nem tudja elvetni. Az, ami ezt ténylegesen elvetette, az a Nietzsche volt, és a Nietzscheből gyökerező erkölcshamisítás, ami aztán a nemzeti szocializmusban és Adolf Hitlerben tetőzött, és Auschwitz gázkamráiban kulminált. Ugye, ami a véretikáját hirdette. Igen. Tehát itt lényegében az antizsidók... A szív helyére állította a vért és a származást és a fajt. Igen, az antizsidó keresztény kultúra és annak etikájával szemben a 19. század végén megjelent két másfajta etika, mondjuk amit Nyecsejev megfogalmaz a forradalmár katekizmusában, hogy az a jó, az a helyes, ami jó a forradalomnak. Tehát, ha egy gyilkosság a forradalmat segíti elő, akkor az helyes. Ez a forradalmár katekizmusa, a forradalmár etika. Arra nem válaszolt, hogy mi lesz a forradalom után. És a vér etikája az pedig szintén azt hirdette, hogy ami a vértisztaságát segíti elő, az az etikus, az a helyes. Hát ez egy erkölcshamisítás, nem ez az erkölcs. Hát legalábbis nem ez a keresztény erkölcs. Ez azzal szemben fogalmazták meg, egyiknek se volt válasz, hogy mi következik ebből. Ez két hamis erkölcs, ami antik zsidó keresztény erkölcs fogalmunk szerint. Igen. Na most az emberi és polgári jogok, az, hogy az ember az egy hatalmas, mérhetetlen entitás, aminek kozmikus rangja van, amihez eredendő jogok járnak, olyan jogok, amiket nem kell megszerezni, és nem lehet eljátszani. Az emberi méltóságnak az univerzalitása. Hát ez mind az evangéliumból, mind a hegyi beszédből származik. Ennek az erkölcsi alapjai. Most lehet tagadni a felvilágosodást, természetesen, de akkor kéretik nem jaj veszékelni, amikor Gyurcsány rendőratakot rendel. Kéretik nem jaj veszékelni, amikor Gyurcsány szemmagaságban gumilövedékekkel, mert akár acéllövedékekkel is lövöldözhetne, és utána siránkozni, hogy megsértették a jogainkat. Milyen jogainkat? Miféle jogainkat? Ezek a jogok a felvilágosodás termékei. Ezeket a jogokat, amelyeket a Gyurcsány gyalázatos módon megsértett a rendőratak képében, ezeket a jogokat a felvilágosodás és a polgári forradalmak hozták, eredményezték. Lehet tagadni a felvilágosodást, de akkor viszont ki kell állni és ki kell mondani, hogy a Gyurcsánynak, hiszen ő volt a hatalom, a szuverén. Igen, joga volt azt tenni, amit csak akar. Bármit acéllövedékkel is lőhetett volna rájuk, meg kéne köszönni, hogy csak gumilövedékkel lövetett a jóságos uraság. Beszéljünk egy Révisz Máriusnál is súlyosabb sebeket kapó történelmi szereplőről, Dózsa Györgyről, mégpedig azért, mert Bogár László legutóbb már Dózsa Györgyöt is a nem létező világerőnek, mondjuk ki, ugye Bogár László gyakran hivatkozik a globális SZDSZ-re, vagy a világ SZDSZ-re, tehát már Dózsa Györgyöt is, ugye a világ SZDSZ ügynökeként állítja be. Most ez azért hoztam ide, azért kapcsolatú ide, mert a felvilágosodást is egy nagy összeesküvés, a világ SZDSZ összeesküvésének szokták egyébként beállítani, ami az emberek elistentelenítésére vonatkozik, és ezt a nagy összeesküvést, ezt már ugye visszavezetik a középkorba, sőt, hát Bogár László egy több ezer éve ott a létező pusztító világerőre szokott hivatkozni. Na most, amikor Dózsa Györgyöt tényleg valami pusztító világerő, mondjuk globális SZDSZ, tehát ezt Bogár László szokta mondani, egy fontos szellemi referenciája a NER-nek, akkor erről paródiát se lehet készíteni.
Értem, hogy mire gondol azért ilyenkor, így fogalmaz, globális SZDSZ. Így fogalmaz Bogár László. Dózsa György ugyanannak a nem létező, idézőjelben nem létező, világerőnek volt az ügynöke, amely a pozsonyi csatától Trianonig mindig a vesztünket akarta és akarná mostanában is. Csak tudnám, hogy ez a világerő, ez miféle világerő, ez a 500 éve a magyarok elpusztításán dolgozó világerő, aminek nem sikerült 500 év alatt elpusztítani a magyarokat. Mi más bizonyíték lehetne, vagy miért is kellhetne több bizonyíték a magyarok kiválasztottságára, hogyha a világerő 500 év alatt nem tudja elpusztítani őket? Természetesen lehet tagadni a felvilágosodást. Tagadhatja a felvilágosodást Ábrahám Róbert. Tagadhatja a felvilágosodást Kásler Miklós. Tagadhatja a felvilágosodást a fél nemzeti radikális kurzus, vagy akár az egész. De akkor kéretik március 15-én nem kitűzni a kokárdát. Hát ennyi legalább legyen bennük. Legyenek konzekvensek, akkor tűzzenek ki egy fehér kokárdát. A fehér kokárda az ellenforradalomnak a szimbóluma. A fehér kokárdával kifejezhetnék a felvilágosodással, meg a polgári forradalmakkal szemben érzett megvetésüket. De miért rakják akkor ki a kokárdát? Mit keres Petőfi szülőházánál Orbán Viktor? Mit ünnepel? Mit ünnepel? A tradicionális élet szétverését, a felvilágosodást megelőző idilli állapotnak a megmérgezését. Hát mit ünnepel Petőfin, aki maga ennek a felvilágosodásnak és az ahhoz tartozó polgárosodásnak és polgári eszménynek a legfőbb zászlóhordozója volt Magyarországon. Aki az Akasszátok fel a királyokat című versében, ugye azt követelte, hogy, sőt, azt mondja, hogy ő leteszi a kardot és leteszi a lantot, amennyiben nem akad más hóhér, akkor ő folytatja az akasztást, hogy az összes királyt ugye el kell pusztítani. Mert a nép az Isten, és ő tőle származik hatalom. Hát igen. Ő nem egy konkrét királyra gondol, hanem az összesre, azért óvatosan fogalmazott. Szerintem nem fogalmazott tovább. Ha Petőfire valamit nem lehet jogosan mondani, akkor az, hogy a Petőfi óvatosan fogalmazott. A Petőfi soha nem fogalmazott óvatosan. Amikor a Petőfi azt mondja, hogy akasszátok fel a királyokat, persze, mondhatta volna azt, hogy akasszátok fel Ferenc Józsefet. Mondhatta volna azt. De ő nagyobbat akart mondani ennél. Ő azt akarta mondani, hogy az összeset. Hát meg, hogy ez európai forradalmi hullámnak egy állomása, vagy része Magyarország, gondolom. Tehát azért érted, hogy mire hát gondolok. Petőfinél abból származott a nemzeti büszkeség, hogy a magyarok a világszabadságért folyó harc frontjában legelőre küzdenek. Hogy ezért volt büszke a magyarságára. Ami egy új típusú nemzettudat volt. Petőfi Sándornál itt találkozott össze, hogy a haza és haladás gondolata, meg a magyar szabadság a világszabadság ügyével, az biztos, hogy itt teljes katyfasz van. Tehát, hogy el kéne dönteni, hogy akkor Metternich és Hajnau mellett állunk, vagy éppenséggel Petőfi mellett állunk, Kossuth Lajos oldalán állunk, és akkor a francia felvilágosodás mellett is állunk. Nem, arról van szó, hogy bárki harcol az urak ellen, annak ellene vagyunk, azt tagadjuk, legyen az akár Dózsa György, de hogyha a nemzeti panteonban túl előkelő helyen áll, akkor látványosan dagályos gesztusokkal megvalljuk, mint Petőfit, miközben az ő eszmevilágának minden elemét kategorikusan tagadjuk, de nem akkor és ott, nem a szülőháza előtt. Mert Petőfi Sándor még Orbán Viktornál is erősebb rend. Még. Fidesz Magyar Polgári Párt, a jövő választása. Az 1998-as választással folytatjuk kampány történeti áttekintésünket, amely egyszerre foglalkozik a magyar politikai marketing fejlődés, vagy éppességgel hanyatlás történetével. Valóban a jövő választása lett a Fidesz. Ezt jól mondta. Kivételesen nem hazudtak. Hát ebből lesz majd 2002-ben ugye a jövő elkezdődött HVG címlap, amikor egy piros szegfű kerül a fideszes kisfiúnak a szájába. Na most itt
Lényegében tényleg ugye bekövetkezett, mint csak Jókai Mor a jövő század regényében érezhették magunkat, hogy valóban a jövő választása kerekedett ki ebből. 1998-ban azért a Fidesz üzenete megjelenése azért mégiscsak más volt, mint napjainkban. Ez volt az a választás, amellyel már a polgári Magyarország üzenetével és Széchenyi István arcával futott neki a Fidesz. Hát most fel lehetne idézni, hogy Orbán Viktor beszédében mikor hivatkozott utoljára Széchenyi Istvánra, egy éppenségre a polgári Magyarországra, amelyről ugye G. Fodor Gábor 2015-ben ismerte, hogy csak egy politikai termék volt. Tegyük hozzá, hogy akkoriban még Vermeer András volt a Fidesznek a marketing stratégiája, aki akkoriban nagy botrányt váltott ki ezzel a kijelentésével, hogy a politikust úgy kell eladni, mint egy mosóport, mint egy terméket. Aztán a Vermeer Andrási polgári kommunikáció ugye 2002-ben megbukott, vereséget szenvedett a jóléti rendszerváltás üzletével szemben, és hát azóta... És hát Orbán Viktor száműzte maga mellől Vermeer Andrást, aki megszégyenülten hamarosan rákbeteg lett és meghalt. És az ő helyére Habony Árpád lépett. És a habonyi kommunikáció és a habonyi országeszmény már köszönő viszonyban sincs a polgári eszményekkel. Az 1998-ban a Fidesznek az üzenete, hogy Orbán Viktorral a jövő Magyarországának, a polgári Magyarországának az ígéretét hordozta, és a merjük nagyok lenni üzenetével, és ebből a szempontból nagyon tanulságos az 1998-as Horn-Orbán vita, amelyre a két választás két fordulója között került sor a közgázon. Egyfelől ma már nosztalgikusaknak tekinthetjük azt, amikor... Egyáltalán volt ilyen, már azt is. A két... Ja, maga a vitának maga a ténye, és az már valami bizarr, valami elképzelhetetlen mai ésszel szinte valószerűtlen konszolidált gesztusvilág. Tudod, hogy meghallgatjuk egymást, hogy vitázunk, hogy egymás érveire reagálunk, hogy a másik az nem az ország nem ártó szelleme, nem valami gonosz, valami eredendő gonosz, vagy külföldről pénzelt ügynök, hanem egyszerűen csak mást gondolunk az országról, és készen állunk arra, hogy mint kultúremberek eszmét cseréljünk, és ütköztessük a magunk eszményeit az ország kapcsán, az ország javára. 1998-ban politikai ellenfelek álltak szemben egymással, nem mint ellenségek, ahogy a mai polgárháborús, sőt, súlyosabb esetről van szó, ma már vallásháborúról beszélünk sok esetben. Most 1998-ban nagyon tanulságos volt az, hogy Horn Gyula egyfelől nagyon magabiztos volt. A választáson az első fordulóban az MSZP mondhatja, hogy nyert, viszont összességében a Fidesz nagyon ügyesen kezdte el megszervezni azt a jobboldali egységfrontot, amelyen majd a második fordulóban fordítani tudott, köszönhető annak, hogy a kisgazda párt visszaléptette a jelöltjeit a Fidesz javára, és így állhatott össze majd a Fidesz-KDNP-MDF kisgazda koalíció, amely ezek a pártok aztán mind beolvastak lényegében a Fideszbe. A 1998-as vitában már szórakoztató az, amikor Horn Gyula mondjuk 82%-os MSZP-s győzelemről beszél 32% helyett az első fordulóban, mire mindenki röhögni kezd, majd Horn Gyula korrigál, hát, hogy ő már a második forduló jósolt, vagy éppenséggel, amikor párthatározatokról beszélt, hogy itt az 1989 előtti MSZMP-ben iskolázódott és szocializálódott Horn Gyula nem egyszer kiszól belőle. Ugyanakkor viszont nagyon fontos különbség volt az, hogy állandóan a külföldre hivatkozott referenciaként, hogy a washingtoni, nevezzük így pénzügykutató intézet miképpen értékeli a szocialista pártnak a programját, és miképpen szedi szét ugye, a Fidesz programját. Meg hogy miképpen méltatják a szociálliberális kormány politikáját mondjuk a Wall Street Journalban, meg a Financial Timesban. Tehát ezek a fontos referenciák, hogy meg kell felelni a nyugatnak. Hát legutóbb hallattuk, hogy a Pet Shop Boys Go West-jét választották egyik indulójának. A nyugatnak akartak megfelelni. És ekkor Orbán Viktor nagyon ügyesen érzett rá arra, hogy ő a polgári Magyarország ígéretét hordozza, hogy neki nem az a fontos, vagy az is fontos, hogy mit mondanak a nyugati szakértők, de még fontosabb, hogy a magyar emberek mit gondolnak.
és valahogy sikeresen képviselődött. A populizmusnak a csírája már kiérződött. Mindezt még nagyon jó, ilyen nagyon jó szabott öltönyben. De nem feltétlenül a populizmusé, hanem hogy ezzel szemben kell akkor mondanom valamit. Tehát, hogyha ők már most is dollárbal oldalkodnak, akkor mit tudok ezzel szemben mondani? Tudom mondani a keletet, akkor az még nem jutott eszébe, mint ahogy még 2008-ban sem, ugye? Vagy 2007-ben. Vagy akkor tudom mondani azt, hogy a referencia legyen saját magunk. Itt az önazonosságnak a mémje az, amihez nyúl. De, hát minden, de közben meg benne van ugye az ellenségesség. Most ez, nyilván ez egy jó stratégia, hogy megkülönböztethetőnek kell lenni a márkának. Tehát ha ti átmondtok, akkor én B, C, D-t bármit mondhatok, választhatok, de nem mondhatok át, mert akkor én ugyanaz vagyok, mint ti, akkor hogy fognak engem kiválasztani? Mitől leszek én különböző? És akkor ebből adódik ez, hogy akkor itt sem húzhatja fel a nyugatosságot, majd akkor húzza fel a nyugatosságot, amikor a Gyurcsányék kelettesnek tűnnek éppen. Csak itt a nyugatosságnak még a dilemmája sem vetődött fel. Tehát itt mindkét oldal, úgy a Fidesz, 98-ban járunk, mint az MSZP, mint az SZDSZ, kétségbe vonhatatlanul nyugatosak voltak. És úgy gondolom, hogy akkor még meggyőződésesen nyugatosak voltak. Fel sem vetődött, és hát persze miféle Oroszország volt az a kelet. Nem volt vonzó. Nem tudott olyan jó ajánlatot tenni. Még atomerő műépítésre sem. Hát amikor ma. Boris Jelcinnek a hóna alá Bill Clintonnak kell nyúlnia, akkor valóban nem ütünt Oroszország. Tisztelt választópolgárok! Egy erős ellenzék sokat segíthet az ország fejlődésében. Betartatja az ígéreteket, ellenőrzi a kormányt. Csináljunk a mai kormánypártokból egy ilyen ellenzéket. Megtehetjük. Menjünk el szavazni. Ez ugye a KDNP-nek a reklámfilmje, akik az előző ciklus elején annyival kampányoltak, hogy egy kamera végig svenkelt egy templom belsején, és akkor ez legyen elég. Itt viszont ezt eszették magukat, szerintem ez nagyon szellemes. Jó pozícióból, jót mondtad, van benne egy humor, amit hát nem is tudom, hogy hol tartogatnak általában. Azért az Együtt Magyarországért Unió próbált egy kísérletet tenni arra, hogy a humorral kampányoljon. Ez Magyar Györgynek volt a formációja. Ugye különböző pártokat idézőjelben használva próbált meg egyesíteni, egységesíteni egy uniós politizálás keretében. Valami egészen elképesztő kampányt folytattak. Hát a gyerekkorom egyik meghatározó élménye, amikor az 1998-as törpepártok, mint az Együtt Magyarországért Unió, vagy a Fidesz, vagy a kisgazdapártból kivált Géna Németh-Szó Ágnesnek az Új Szövetségért Magyarországért formációja részt vett a pártelnökök vitájában. Hát nem kínáltak valami fényes alternatívát, de az Együtt Magyarországért Uniónak a kampánya valami egészen döbbenetes volt. Ha megtisztel minket bizalmával, 4 éven át ugyanilyen jól érezheti magát. A legtöbb ilyen választási hirdetés inkább illet be kabarénak, mint egy értelmezhető ajánlatnak. De ez mi ez a, mi ez az elvon? Tehát itt ugye ő egy nemhogy ellenzéki, hanem egy új párt. Ez az Együtt Magyarországért Unió, nem? 98-ban. És az a mondás, hogy ha minket tisztel meg a bizalmával, akkor ugyanilyen jól érezheti magát, mint eddig, azaz, eddig is minden rendben volt. Úgyhogy ez konkrétan egy ilyen abszurd humorszerűség. Én nem akarom lekutyázni a kutyákat, de valahol annak az előszele, hogy lehet indirekt dolgot állítani, és aki érti benne a viccet, az érti, hogy mire utalunk. Ez a mémek előtti világban nem egy kísérlet volt a politikai mémgyártásra? Aztán megjelenik egy teljesen értelmezhetetlen politikai kampányvideó, ami legalább volt annyira értelmezhetetlen, mint korábban a magyar televízióban, ugye a Müszi reklám. Hogy erről kezdenek el beszélgetni az emberek, hogy te látod azt az idiótát? Ki ez? Mi ez? Mit akar állítani? És legyen az egy élmény, hogy megtudják. És az az élmény, az majd őket mozgósítja.
Én egy büdös szót nem értettem. Itt a Magyar György ügyvezető elnök szerint, ezt olvastam valahol, a filmjei karikatúra jellegűek, alkotójuk Sipóshegyi Péter, a rapid drámaíró. Ez az ő, gondolom ez azt jelenti, hogy leül és 5 perc múlva elkészül egy dráma. Tehát ő valami olyan performanszal áll elő, mint Vaszlavik Gazember, Petőfivel, Orek Szulman, Mónika László. Én ismertem Sipóshegyi Pétert történetesen, ő tényleg on demand írt drámát, ha kellett. Akkor az ő tollából hallhattuk ezt is, amit az előbb. És íme. Ha ember kell a gátra, gyenge gyáván, ne maradjon senki hát. Most ember kell a gátra. A nemzetépítő állam megteremtéséhez hívja önöket Csurka István, a MIÉP elnöke. Erre viszont nagyon emlékszem erre a videóra, hogy itt a Hősök terén Bocskaiban mond beszédet Csurka István, ugye a végén int, ugye felemeli a karját, miközben hangzik ez a egyébként a Vörösmarty Mihály versének a megzenésítése, ahol az eredeti versben az van, hogy csak hogy aztán majd, ha ember kell a gátra, kórhely gyáván, ne maradjon senki hátra. Hát itt a kórhelyt, azt lecserélték gyengére, hiszen hát ismerjük Csurka Istvánnak nem csak a lovizós, hanem az egyéb fogyasztási viszonyát az alkoholhoz. Tehát az Vörösmarty nem úgy értette, hogy alkoholistán ne, hanem hogy gyengén ne. Tehát akkor viszont igyunk töményet, és keményen lépjünk oda a kopcsik torkára. Az semmi gond, hogy aznapos vagy, csak másnaposan ne jelenj meg a munkahelyeden. Tehát amúgy ott beihatsz. Ez a felemeli karját Csurka István, ez valahogy úgy néz ki, hogy a karjának a harmada kilóg a képernyőből, mintha csak ránk szeretné bízni, hogy milyen irányba folytatódik. Tudod, ez egy ilyen karlendítés, de olyan... azzal a nyitottsággal, hogy a fejezd be te a művet. Mint amikor valaki azt mondja, hogy N-word, és akkor neked kell niggerezni egyet magadban, mert ő nem mondja ki, csak a hallgató. Na itt úgy van, hogy nem Csurka István végzi a karlendítést, hanem én, amikor nézem, mert én fejezem be a mozdulatot fejben. Ma már felfoghatatlan az, hogy Csurka Istvánból és a MIÉP-ből miképpen gyártottak le a magyar médiában lényegében egy ilyen neonáci jellegű fasiszta pártalakulatot, és emlékszem arra a pánikra, amit például... Hát a Lipsi Média. Ennyi. Én nem voltam MIÉP rajongó. De nem volt nehéz. Az az igazság, hogy a Csurka dolgozat alapján nem volt. Tehát azért ott az hogy mondjam, a fai az ideológia alapvetései azért meg voltak. Igen, jelen azért, voltak. Azért a MIÉP-ről, az egész ilyen bocska és hazugásról, tehát inkább jutottak eszünkbe mondjuk a budai református értelmiség, vagy éppenséggel a tanítóknak a világa. Harmadik utasság, stb. Sok felé lehetett volna még asszociálni onnan. De nem a menetelőkeretlegények jutottak eszembe nekem a MIÉP-ről. Aztán a Jobbik szállította már ezt. Tehát pont a Jobbik volt az, amelyik proliasította az amúgy értelmiségi hátterű MIÉP szélsőjobbos szerepét átvéve, leszállította azt a paneleknek, a panelek népének. Ugyanazt az élményt, egy primitívebb, zsigeribb, sokkal kevésbé szofisztikált módon. Tehát Csurka István például ugye úgy zsidózott, hogy azt mondta, hogy a vörös tengerész gyalogosok, meg a fotex figurák, mutatva ezzel ugye Várszegi Gáborral, tehát az egy ilyen értelmiségi szalon zsidózást valósított meg a Csurka, ami persze valahogy ugyanazt jelentette, de a MIÉP ebből a szempontból ez egy intellektuális... Igen, és akkor ezután jött Novák Elődés, a Kurucinfo, ahol már zsidó bűnözés fülre lehetett kattintani. És akkor a zsidó bűnözés fül alatt minden ide tartozó cikket lehetett böngészni. Hát így azért ez nagyon más, mint a vöröstengerész gyalogosokról beszélni. Igen, itt hadd ajánljam még Tamás Gáspár Miklósnak a kiváló Csurka István nekrológiát. Amikor az a kérdés, hogy ki volt az utolsó olyan magyar nyilvános szereplő, vagy akár fogalmazunk csak úgy, hogy ki volt az utolsó olyan magyar, aki Orbán Viktorra
eszmei tekintetben, ideológiai alapon hatással tudott lenni, ez maga Csurka István volt. Ugye a mítosz az az, hogy mondta József a halálos ágyánál adta át kvázi a jobboldal kulcsait Orbán Viktornak, és Orbán Viktor politikusi genealógiájához ez hozzátartozik, hogy ő Antal örökébe lépett. De valójában soha nem az Antalnak, hanem valójában a Csurka Istvánnak, és ez a 2010 utáni Orbán Viktornak a szerepe, a retorikája, az ideológiája, az a Magyarország, amit létrehozott. Egy féloldalas csurkizmus. Azért mondom, hogy féloldalas, mert Csurka István nagyon ellenezte a nagybirtokrendszert, és hát ehhez képest ma nagybirtokrendszer van Magyarországon. Csurka István nagyon ellenezte az egykulcsos adót, a neoliberalizmust, ehhez képest egykulcsos adó van, és neoliberális gazdaságpolitika zajlik. Hát egy csomó vonatkozásban a népből merítésnek a híve volt Csurka István, ehhez képest hát most egy új arisztokrácia képződik, tehát azért Csurka nem volt hortista, ő alapvetően egy harmadik utas népi írókhoz kötődő szellem volt, de ami a kultúrában zajlik, a kultúrharc frontján Orbán Viktor olyan maradéktalanul valósítja meg azt az állameszményt, azt a nemzeteszményt, azt a fajta kultúreszményt, amit Csurka István diktált, ami Csurka István volt az elméletben, és a Magyar Fórum hasábjain, ma az Orbán Viktor a gyakorlatban és a teljes jobboldali sajtónak valamennyi eresztékén keresztül. Hát azt ma már elmondhatjuk, hogy Orbán Viktor valójában nem az Antalhoz tért meg, hanem valójában a Csurka Istvánhoz. Lehet egyébként, hogy akkor az Antalhoz, később a Csurka István 98 és 2002 között áttérítette őt. Minden esetre az a kultúrharcos dű, az, hogy elégtételt kell venni, és újra, meg újra, meg újra, meg újra elégtételt kell venni, és soha nem elég, teljesen nyilvánvaló, hogy Csurka Istvántól származik. Ez az ő szelleme. Hitölt a ramra lej, végre Magyarország, harcolj, ha kell, régi új népedét. Hát nem egy karácsonyi, jótékonysági csillagszóró koncertet hallgathattunk, hanem ez a Fidesz kampánydala volt a 2002-es választás előtt, többek között Pataki Attilát és más Fidesz közeli művészeket láthatók énekelni ebben a dalban, és sokáig ez jellemezte a Fidesznek a kampányát. Orbán Viktor legalább annyira magabiztos volt a 2002-es választás előtt, amennyire Horthy Gyula 1998-ban. Orbán Viktor úgy gondolta, hogy a polgári kormányzás ugye, sikeressége miatt, nekem is az ő szempontjukból úgy gondolták, hogy mindenképpen sikeres ez a kormányzás, megkérdőjeleztetetlen az, hogy megnyerik. És emiatt Orbán Viktor ebben az időben nem vett részt a kampányban egészen az első fordulós sokkig, hanem próbált a pártpolitikai küzdelmek fölé emelkedni, mint egy ilyen szakrális vezetőként jelent meg, és mondjuk a Fidesznek inkább Áder János frakcióvezetőként volt az egyik kampányarca, vagy hát Kövér László, aki az elhíresült köteles beszédes kijelentésével nagyon sokat tett azért, hogy a Fidesz elveszítse a 2002-es választást. És hát ugye Pokordi Zoltán volt a pártelnök. Ugye ez is mai szemmel elképzelhetetlen, hogy ne ugyanaz vezesse a Fideszt, mint aki az országot. Akkor ezt a hatalmat megosztotta Orbán Viktor. Hát még koránt sem volt akkora befolyása a Fideszen belül sem, nemhogy az országban, mint ami a maival összemérhető. Nem volt már akkor is az emberben egy ilyen érzés, kérdezem én, vagy ez 8-10 évvel későbbi, hogy Orbán Viktor ezzel a politikai csatározás fölé helyeződéssel már előkészít magának egy köztársasági elnöki címet, hiszen akkor még nem merült fel, hogy a 5. ciklusban is lehet miniszterelnök, hanem húha, hát itt összesen 8 éven van miniszterelnökösködni, akkor nincs, csináljuk azt, törvény. Amit az oroszoknál. Nincs ilyen törvény. Nincs ilyen törvény, nem is volt. Itt akárhányszor lehetsz miniszterelnök.
meg Orbán Viktor amúgy szerintem a hatalomban gondolkodik, és nem posztokban és pozíciókban. Szerintem lehet, hogy egy szövetségi kapitányi pozíciót is többre tartana, mint egy köztársasági elnöki címet itt a magyar közjogi rendszerben, amennyire hatalom nélküli az elnökünk. A 2002 hozta ezt a kokárdás rettenetet is, igaz? Amikor sikerült kisajátítani ezt a nemzeti jelképet, illetve sikerült elérni, hogy sajnos nagyon sok ember ne vegye fel éppen emiatt, de nyilván de akinek nem, így helyén volt a szíve, az úgy azt mondom, hogy tiltakozott azzal, akkor, hogy már pedig ezért én ezt nem akkor, fogom eldobálni. Akkor már elmúlt március 15-e. Március 15-ként tette ki Orbán Viktor először a kokárdát, és azt mondta, hogy aki a Fideszre szavaz, aki Fideszes, az hordja végig hónapokig a kokárdát. A kampány időszakban kvázi pártjelvényt hamisítottak a nemzeti összetartozás szimbólumából. Ugye a kokárda az a magyarsághoz tartozik, nem a Fideszhez. Tehát ugye akkor fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Akkor fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy a haza, a nemzet valójában a jobb oldallal azonos, és a bal oldal az a nemzetre tör, kvázi nemzetellenes. Ennek megfelelően itt és most a kokárda az tényleges nemzethez tartozást jelenti, aki magyar, nem csak magyar az állampolgársága, hanem magyar a szíve, az kirakja a kokárdát. Aki meg nem rakja ki, azt jól fogjuk látni az utcán, hogy kik azok. Kik azok, akik miközénk tartoznak. És ezáltal a politikát bevitte a közlekedési eszközökre, a közintézményekbe, munkahelyekre, mindenhol, az élet minden területét megfertőzte ezzel, a polgárháborús szembenállással, kin van kokárda és kin nincs, mindenki megjelölte magát, vagy direkt módon fideszesként, vagy indirekt módon nem fideszesként, azzal, hogy nem rakta ki a kokárdát. Ez olyan szintű merénylet volt a nemzet összetartozása és a nemzet közösségének az étosza ellen, ami felmérhetetlen. A nemzeti trikolorral a legtöbb párt él a saját szimbólumában vagy logójában, és éppen a Fidesz volt az, aki a feltűnésekor ugye a narancs és a kék kombóját választott, és kihagyta ezt az ittszert, hogy valahol legalább egy pixalámnyi kis trikolor szalag legyen rajta. Voltak még hasonló gesztusok a korszakban, ugye ebben az időben még nem a Videóton volt Orbán Viktor kedvenc csapata, hanem az Újpestnél jelentek meg azok a szponzorok, amelyek később a Videótonnál, tehát a MOL, a Szerencséjáték RT, talán az OTP és más ugye államközeli szponzorok, és az Újpest meccsén ebben az időben, 2002-ben ez a csapat kapott először új stadiont a stadion rekonstrukciós program keretében, elkezdték játszani a himnuszt az Újpest meccsek előtt, azt a himnuszt, ami korábban kizárólag a válogatott meccsek közé tartozott, tehát nem csak a Fidesz kezdte kisertítani a kokárdát, hanem a kor fideszes csapata az Újpest a himnuszt is. Na most valóban ezzel jelent meg ez a polgárháborús hangulat, és emlékszem azokra a hírekre, hogy ugye valakit megvertek a metrón, vagy a buszon, ilyen közéleti atrocitásokról kezdtek szólni a hírek, mert hogy éppen nem hordott kokárdát, és akkor innen már következett az, hogy valakibe belekötöttek, mert hogy Népszabadságot olvasott a metrón. És azok voltak a szép idők. Amikor még hát azok az idők SMS-ben Bájer Zsolt. Azok az idők fagytak meg. Azok az idők lettek állandósítva és lettek kimerevítve a nemzeti együttműködés rendszerének a képében. És az MSZP élt ezzel. Tehát a pártpolitikai küzdelmek fölött álló Orbán Viktor kevésbé lehetett volna démonizálni, mint azt, aki aztán kitette a kokárdát, és aki, amikor bement a Napkeltébe Gyárfás Tamáshoz, Lakaté Károlyhoz interjút adni, akkor még úgy adott interjút, nem csak pártmédiumokban, ugye ezzel kezdte Gyárfás Tamás és Lakaté Károly. Ez a két név mennyivel kevesebbet ér most? Hogy rajtunk nincsen kokárda. Miniszterelnök úr, maga mit gondol rólunk? Ugye rögtön elkezdték számon kérni, és hát Orbán Viktor azért nem volt annyira ura annak az interjú szituációnak, mint manapság péntek reggel a Kossuth Rádióban. Az a tény, hogy Orbán Viktor kirakta a kokárdát, és minden fideszes kirakta a kokárdát, egy hatalmas nyomást helyezett a nem fideszesekre, meg az MSZP-re, olyannyira, hogy akkor nem csak
2002-ben nem csak miniszterelnök jelöltek vitája zajlott Medgyessy Péterrel és Orbán Viktorral, hanem zajlott egy másik vita is, a pártelnökök vitája, amiben Kovács László vitatkozott a Pokorni Zoltánnal, és a Kovács László kitűzte a kokárdát azon a vitán. Hogy ezzel jelezze, hogy akkor ha ti így, akkor nem engedjük elvenni magunktól a kokárdát, és nem azáltal, hogy mi elvitatjuk a jogotokat ahhoz, hogy viseljétek a kokárdát a nem nemzeti ünnepen, vagy a nemzeti ünnepen kívül, hanem akkor mi is kirakjuk. És kvázi ezzel nemzetegyesítő gesztust teszünk, de valójában mi történt? Valójában Kovács László letette a fegyvert. Kovács László elkezdett a Fidesz működési elve szerint működni. Átvette, magára vette azt, amit nem lett volna, én úgy gondolom, nem lett volna szabad. Az kokárda március 15-éhez tartozik. Az a nemzeti ünnephez tartozik. Amikor azt egy pártjelvényé zülleszti a Fidesz, erre nem lehet az a Fidesz ellentézisének, vagy akkor mondhatjuk úgy, akkori szóval élve a Fidesz ellenzékének a reakciója, hogy akkor mi is. Ha történik valami, ami vállalhatatlan, megbocsájthatatlan, helytelen, meggyalázása egy nemzeti szimbólumnak. Hát nem lehet erre az a reakció, hogy ja, hogy akkor Fidesz jelvény, ja, hát akkor MSZP jelvény is. Ez ugyanaz, csak ez a sugárzott változata, gondolom, az előző meg az a rendezvény változat volt. Nemzeti érzés sugárzó változata. Nem, ugyanez az év szerintem a 2002, ahol én arra emlékszem vissza, hogy megrökönyödtünk, pedig egyébként utólag azt mondom, hogy miért kell ezen megrökönyödni, hogy ott látod a Fidesz kampány rendezvényen a hátsó sorban, tudod, Pataki Attilát, aki egyébként már 98-ban is ott volt, Egerszegi Krisztinát, akkor ugye a Fábri Sándornak a kiállása emellett, az intézmény mellett ott kezdődik. Az egyik rokonom szerint azóta nem vicces. Előtte annyira imádta, hogy ú, micsoda eredetiség, és hirtelen meg nem lett vicces, nem tudja megkülönböztetni ezt a két paramétert egymástól, hogy az illető viccese, meg amúgy milyen érzelmű. Pataki Attila 1994-ben még Horn Gyula rendezvényein énekelt, csak jelzem. Akkor lehet, hogy 90-ben, tehát hogy egy korábbi, emlékszem, hogy konkrétan itt néztük két adással ezelőtt. A rendszerváltó bulin. Pataki Attila ott, aha, akkor az 90-ben volt. Hát ment egy kanyar, és miért nem ment volna? Miért nem ment volna itt ebben az országban? Fási Ádámok is megteszik ezt, nem hogy Pataki Attilák. Hát itt ebben az országban ez a rend. Menni kell egy kanyart, aztán még egyet. Az milyen, hogy az elmúlt 2-3 évben az, hogy majdnem elvernek, mert rajtad van, vagy majdnem elvernek, mert nincs rajtad valami, az nem kokárdával, hanem maszkkal történt. Mennyire hasonló az indulatoknak a mértéke ehhez, tehát, hogy megfertőzöl, vagy pedig te elhiszed ezt a koholmányt, hogy itt bármi veszély fenyeget engem, és tudod, ilyen túlérzékeny volt mindkét véleménynek a biotokosra. Szerintem mind a két esetben a fertőzéstől véd. A maszk az a biológiai fertőzéstől véd, a kokárda az meg az ideológiai fertőzéstől, a nemzet ellenesség fertőzésétől, a nemzetietlenség, a gyökértelenség fertőzésétől védelmez. És hát azért 2002-ben ugye azért is szabadultak el az indulatok, mert Kövér László akkor mondta az elhíresült köteles beszédét, amikor felmerült, hogy Budapest rendezzen olimpiát, először merült föl, azóta többször is, és Kövér László egy lakossági fórumon kijelentette, hogy amennyiben valaki nem hisz abban, hogy nagyunk tudunk lenni, az ugye jobban tenné, hogyha
és hogyha venni egy kötelet, és felakasztaná magát. Aztán ezt szándékosan félreértette Gyurcsány Ferenc, az akkori spin doktor, az MSZP-nek az akkori Gyurcsánya, az MSZP akkori habonya, Gyurcsánynak hívták az MSZP 2002-es habonyát. Tudni kell, hogy Gyurcsány két választást is nyert, a 2002-est spin doktorként, kvázi habonyként, a 2006-ost azt meg miniszterelnökként, mindkettőt Orbán Viktorral szemben. Hát ennek nyomán hitte azt 2006-ban, hogy ő itt már mindig nyerni fog, tehát akármit is megtehet, és meg is tett akármit is, aminek a következményeit hát most már mindenki érzékelheti a maga bőrén. A szándékos félreértelmezést azt magyarázzátok el nekem. A szándékos félreértés az azt jelenti, hogy az MSZP-nek lement egy olyan kampányfilmje, amiben egy kisgyerek olvassa az újságot, ami az újságban azt olvassa, hogy azok, akik nem hisznek a magyarságban, meg abban, hogy sikeresek tudunk lenni, azok menjenek le a pincébe, vagy menjenek fel a padlásra, és a keresztgerendán vessék át a kötelet, és kössék fel magukat. És tudod, így a gyerek így összerezzen, és az anyukája így odabújik mellé, hogy anyuka, félek. Kötelek, fölkötnek minket, újra fölkötnek, visszatér a fehér terror. Pedig tudjuk jól, hogy nem így értette. Tehát, hogy egy teljesen ki lett forgatva önmagából ez a kifejezés. Ezt Kövér László úgy értette, hogy aki nem hisz a nemzetben, nem hisz abban, hogy sikereket tudunk elérni, az minek él? Hát minek kell fel reggel? De ez mennyivel jobb? De mégis azt jelenti, hogy minek él. Nem, de nem úgy értette, hogy fölöslegesen él, ahogyan Bayer Zsolt ezt érti lépten nyomon, hogy fölösleges a létezése, hanem úgy érti, hogy az, aki nem hisz abban, hogy máról holnapra jobb lehet a világ, az miért kell fel reggel? Az minek küszködik nap, mint nap? Hát nyilván azért kell fel, azért kelünk fel reggel, azért küszködünk nap, mint nap, mert hiszünk abban, hogy holnapra többre vihetjük, hogy holnap olimpiát rendezhetünk, megvalósulhatnak az álmaink, mit tudom én. Ez egy ilyen motivációs duma volt. Se szó nem volt arról, hogy akasztani akart Kövér László. Csak, sőt, később a Debreceni Józsefnek a könyvében Gyurcsány Ferenc elhenceg azzal, így fogalmaz Gyurcsány Ferenc, hogy nyilvánvaló volt, hogy Kövér nem akar akasztani. Ugyanakkor ezt kellő rossz indulattal félre lehetett magyarázni. Tehát a Gyurcsány elhenceget, eldicsekedett azzal, hogy hogyan forgatta ki az eredeti szándékából, vagy annak jelentéséből ezt a kijelentést, és hogyan gerjesztett ezáltal kvázi félelmet, hogyan jelezte azt, hogy a Fidesz az akasztani akar, holott nem erről volt szó, nem így értette. Minden esetre, aki nem hisz abban, hogy máról holnapra többre tudjuk vinni, akár olimpiát tudunk rendezni, az nem lép vissza egy olimpiától. Az nem lépteti vissza a pályázatát, ahogy a Fidesz visszaléptette a pályázatát az olimpiától. Kövér Lászlónak legalább magára hallgatnia kellett volna. Az, aki hisz abban, hogy máról holnapra többre viheti, az, aki hisz abban, hogy meg tud rendezni egy olimpiát, az nem vonja vissza a pályázatát, hanem az pályázik, és nem visszavonja azt. Sokan vannak ma Magyarországon, akik nem tudnak örülni a kormány intézkedéseinek, ők vegyenek egy kötelet, és kössék fel magukat, ezzel nagy szolgálatot tennének, mert nélkülük könnyebben és gyorsabban tudnánk megoldani feladatainkat. Anya, te érted ezt? Ön dönt arról, hogy kinek ad hatalmat. Itt lényegében a rendszerváltás után a magyar politikában először jelent meg az a típusú kampány, videó, ami az Egyesült Államokban az 1988-as elnökválasztás idején, amikor a republikánusok, jelesőr Arthur G. Finkelstein, aki kitalálta azt a kampányt, a Michael Dudekis és a demokraták ellen, hogy azzal riogattak, hogy akkor a demokraták szabadon engedik majd a börtönből a bűnözőket. És aztán később, 1992-ben már, amikor Arizona, Arkansas kormányzója volt Bill Clinton, és demokrata elnökjelöltként bejelentkezett, akkor lényegében az ő államát hát egy ilyen fekete-fehér horrorisztikus videókon egy ilyen senki földjeként mutatták be a republikánus kampányfilmekben, ahol legfeljebb csak varja kárognak, tehát hogy egy ilyen apokalipszikus horrorvilág következik majd el, amennyiben Bill Clinton nyeri a választást. És itt először alkalmaztak egy profi
kampánymenedzsert. Ugye ez volt Ron Weber, aki megjelent 2002-ben, és ő volt az, aki a szocialista kampányt irányította. Ugye nyilván Gyurcsány Ferenc mellett, de itt a hardware, az a Ron Weber volt. A szándékos félreértés innovációja az, ami itt megszületik. Itt egy sokkal mélyebb, alávalóbb, infernálisabb szintre süllyed a politikai kommunikáció. Hogyha azt kutatjuk, hogy hol született az az innováció, amelynek a mentén Márki-Zay Péter azt mondja, hogy mi egy szövetségi rendszernek a tagjai vagyunk, ez a NATO. Mi azt fogjuk tenni, ami a NATO-nak a politikája, hogyha a NATO csapatokat akar küldeni, akkor csapatokat küldünk, hogyha a NATO, ez a szövetségi rendszer dönt itt, nem Magyarország dönt arról, hogy mit teszünk, amit faktuálisan igaz. És ezt hogyan kell úgy félreérteni, szándékosan, hogyan kell úgy félremagyarázni, hogy Márki-Zay Péter katonákat küldene a háborúba, meghalni magyar gyerekeket küldene meghalni Ukrajnáért, bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. Hogyan történt ez a hamisítás, ez a szándékos félreértés, ez a galád és alávaló, aljas politikai trükk. Hát itt született. Ez Gyurcsány Ferencnek az innovációja volt. Gyurcsány állította azt a referenciát Orbán Viktor elé, amihez aztán Orbán Viktor a további években, évtizedekben maradéktalanul fel tudott nőni. Megyesi Péter vagyok, az MSZP miniszterelnök jelöltje. Az első választási forduló megmutatta, hogy az emberek többsége nem a megosztottságra, hanem a nemzeti összefogásra, a jóléti rendszerváltásra szavaz. Április 21-én végleg eldönthetjük az ország sorsát. Ezért minden szavazatra, minden emberre számítunk, hiszen Magyarország többet érdemel. Jóléti rendszerváltás, az emberek kapzsiságára való nyílt bazírozás valójában az ország gazdasági stabilitásának és pénzügyi egyensúlyának a megrendítésére volt jó. Azért a kapzsiság abban azon a szinten, amikor értem én azt, hogy nem éhezünk, van meleg vízünk, nem vagyunk mély szegénységben a legtöbben Magyarországon, de mégis valakinek szól ez, és nagyon sokan élnek az alatt, amivel mérsékelten elégedettek lenni. Kétféle nemzetstratégia van, és ahhoz tartozó kétféle gazdaságpolitika van. Az egyik az az, hogy süssünk egy nagyobb tortát, ezt a 20 év alatt újra meg újra minden egyes politikus elmondta, de soha még csak hozzá se láttak, soha még csak a hozzávalókat se vették meg hozzá, hogy süssünk egy nagyobb tortát, és abból a nagyobb tortából majd mindenkinek több jut. Ez azt jelenti, hogy rövid távon, ahogyan csinálták ezt például a lettek. A lett gazdasági csoda, meg szociális felfutás, az abból következik, hogy a letteknél az egyik kormány azt mondta, hogy most jön 4 kemény év. Megszavazzátok-e? És az emberek hajlandóak voltak a rövid távon önmaguk jólét ellen szavazni, hogy hosszabb távon mindenkinek legyen sokkal jobb. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy egy társadalomnak... És lett a letteknek jobb. Itt arról van szó, hogy egy társadalomnak van-e jövő ideje, vagy nincs. Ez azon múlik, hogy van-e polgári társadalma. A polgári társadalom attól polgári társadalom, hogy a nemzedékek átadják egymásnak a vagyont. Tehát már az apám, már a nagyapám, már a dédapám gondolt a jövőre, gondolt rám, már gyűjtött nekem pénzt. Ezek a társadalmak erős középosztállyal rendelkeznek, és mivel egyénileg, családilag a tradíció része, a kultúrájuk része az, hogy a jövőt tervezik, ezért van jövő idejük, ezért ezek a társadalmak így közösen is képesek azt mondani, hogy most legyen 4 kemény év, és aztán legyen mindenkinek jobb. Süssük meg a nagyobb tortát, és abból a nagyobb tortából mindenkinek több jut. Na most azok a társadalmak, amelyeknek nincs jövő idejük, mert nincs polgárságuk, mert minden nemzedéknek lesöprik a padlását, mert minden nemzedék újra meg újra a hónap végéig gazdálkodik, aki sárga csekre kuporgatja a pénzt, kvázi kisember. Bérből és fizetésből élő kisemberek
népesítik be a társadalmat, az ilyen társadalomnak nincs polgársága, nincs jövő ideje, nem tud a jövőre tervezni, és amikor kap egy olyan ajánlatot, hogy süssünk egy nagyobb tortát, és erre az a válasz, hogy nem kell nagyobb tortát sütni, itt van ez a torta, ebből jusson mindenkinek most, akkor ezek a társadalmak nem tudnak a hosszabb távra tervezni, mert még sosem láttak olyat. Még sosem láttak holnapi tortát. Mindig ígérték nekik a holnapi tortát, de sosem lett belőle torta, hanem mindig padlássöprés lett. Ezért ők úgy vannak vele, hogy most van torta, ez egy létező torta, nem egy hazugság, valamiről, ami majd a jövőben lesz, ami sosem volt. Ezt most ebből kérem a magam szeletét. És így ezekkel a társadalmakkal a jövő sosem történik meg. Sosem jön el az a nap, amikor megsül a nagyobb torta, és így nemzedékek, újabb nemzedékek élik le a komplett életüket reménytelenül, kilátástalanul abban, hogy egy nap többre vihetik. De itt nem csak a jóléti rendszerváltás ígérete volt vonzó ajánlat, hanem az a nyugodt hang, amit Medgyessy Péter képviselt. Ő a Franciaországban megbecsült ugye, politikus, akit tudja, hogy kell megfogni európai módon egy kávéscsészét, és ugye békét és biztonságot ígér, és a polgárháborús hangulattal szemben állították be őt, és majd, ha legközelebb fogunk beszélni a 2002-es Medgyessy Orbán vitáról, amelyre tanítani valóan felkészítették Medgyessy Pétert, akkor már láthatjuk, hogy milyen sikeres volt az a kampány, amit Tóth Csaba politológus a Tökéletes kampány című könyvében bemutat.